Sziasztok! Ma egy mangó szorbét fogunk elkészíteni, amiről legtöbben kalippóként ismertek a jégkrémek világából, vagyis hogy az hasonló állagú. Narancsból, erdei gyümölcsökből, bogyós gyümölcsökből, friss és fagyasztott gyümölcsökből egyaránt könnyen készíthetünk ilyen jégkrémet. Hogyha fagyasztott gyümölcsből és nem frissből készítjük, akkor már keverés közben igazából egy fagylalt állagú krémet fogunk kapni. Először is fogunk, kimérünk 300 g mangót. Hoppá. Adunk hozzá egy kevés vizet, ez csak a gyümölcs magába elég sűrű, és utána keverés közben, ha úgy látjuk, hogy még túl sűrű a krém, akkor adagoljuk. Ha narancsból vagy egyéb hígabb levű citrusból készítitek a jégkrémet, akkor természetesen vizet hozzá már nem nagyon kell adni. Mézzel fogjuk édesíteni, hogy egészséges legyen. Ha mangón kívül még mással is szeretnénk ízesíteni, azt is megtehetjük. Most egy kis friss passió gyümölcsöt választottam hozzá, egy kis savasságot ad. Marakújaként is sokan ismeritek, a mangónak nagyon jó kiegészítője, belül a magok körül lévő kevés kocsonyás lé, ami ehető. És fogjuk, kicsit a szitán átpasszírozzuk, hogy a magokról lejöjjön a húsos krémes szaft. Rátesszük a fedelőt a mixerre, és már indíthatjuk is. Először csak óvatosan, hisz a jég az egy kicsit árthat a gépünknek. Az állagunk. Ó, kész is a krémünk. Igazából látszik, hogy már így is egy sűrű, fajlatszerű krémet kaptunk. És kiadagoljuk pohárkákba. Lehet kanál segítségével, ugye ez a sűrű krém nem annyira önthető, mint a lé. Bármilyen formát használhatunk. A legjobb, hogyha valakinek van esetleg szilikon formája, ezt újra felhasználhatja, de ha éppen otthon nem akad ilyesmi, és kísérletezni szeretnétek, akkor az első szembe jövő műanyag vagy papír pohár is megteszi formának. Mivel már van egy viszonylag kemény állaga, kicsi ütögetés utána, amivel elterítjük, már mehet is bele a párcika, amivel együtt majd kézben foghatóvá válnak ezek a kis jégkrémek fagyasztás után, mehet ő is be a fagyasztóba. Vártunk most már egy órát itt a hűtőben a fagyasztott krémünkre, hogy megdermedjen, úgyhogy meg is nézzük, hogy milyen lett. Természetesen, hogyha nem fagyasztott gyümölcsből készítitek, akkor 3-4 órát is érdemes várni, minimum 16 fokra mínuszba lefagyjon a jégkrém. Megnézzük akkor ezeket a szép jégkrémeket, hogy hogy is lehet kicsomagolni. Többféle módon is nekieshetünk. Ha már nem szeretnénk a pohárkákat újra használni, akkor a lehető legegyszerűbb megoldás, hogy letépjük a jégkrémekről. A kíméletesebb módszer, belemártjuk a forró vízbe a pohárkát, de szerencsénk van, nem nyomorgattuk össze előre a poharat, akkor ki is csúszik belőle könnyedén a jégkrém. Hoppá! Miután kivettük a fagyasztóból és a formából, még egy picit érdemes visszarakni a hűtőbe, hogy újra visszadermedjen a külseje, ami fölolvadt csomagolás közben, és utána már fogyaszthatjuk is. Jó étvágyat!